Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Ismerjük meg egymást, Televíziók határok nélkül című Európai Uniós magazint látják az ukrajnai Tisza 1 televízió, a szlovákiai TV Zemplin és a magyar Zemplin televízió együttműködésében. A közös műsor az Európai Unió támogatásával valósul meg Magyarország, Szlovákia és Románia társfinanszírozásával. Ma Kárpátok Euró-régió címmel közös információs magazint láthatnak a Tisza 1 TV és a Zemplén TV összeállításában. Öt rovattal jelentkezik a műsor, elsőként a hónap témáját láthatják, majd a rövid hírek következnek. Ezt követik a miniportrék, amelyet a Természetes című rovat követ legszebb természeti értékekkel. Végül ajánló címmel a régió legfontosabb rendezvényeinek előzetesével zárjuk a közös Magyar-Ukrán magazint. A Központi Választási Bizottság döntése értelmében Kárpátalján nem lesz magyar többségű egyéni választókörzet az október 29-én megtartandó ukrajnai parlamenti választásokon. Ez azt jelenti, hogy magyar képviselőnek gyakorlatilag nincs esélye bejutni az ukrán parlamentbe. Ettől függetlenül a magyar szervezetek képviselői ringbe szállnak a szavazatokért. A 20 éve független Ukrajnában a kárpátaljai magyaroknak 6 éve nincs képviselője az ukrán parlamentben. Ennek legfőbb oka az, hogy az utóbbi választások alkalmával a Központi Választási Bizottság nem hozott létre magyar körzetet Kárpátalján. Ez történt az idén is. A bizottság szétszabdalta, több választási körzetbe osztotta szét a több magyarságot alkotó beregszászi járást. Ezzel lehetetlenné tette azt, hogy a 150 ezres helyi magyarság egységesen szavazzon valamelyik képviselőre. A KMKSZ vezetése nyilatkozatban tiltakozik a döntés ellen. Lehetett volna olyan körzetet létrehozni, ami a tömbvidéket magában foglalja, úgyhogy a magyarok aránya 50-60% között legyen. A két előző alkalommal, ez már mint 2002-ben és 1998-ban ez megtörtént. Tehát sem azt nem mondhatjuk, hogy a törvények ezt kizárták, sem azt, hogy erre ne lett volna idáig precedens. Ehhez képest nem egyszerűen a feles arány alá mentünk, hanem még a beregszászi járást is ketté osztották, úgyhogy a legmagasabb aránya a magyaroknak a szőlős központú választókörzetben az mintegy 30%. A magyar szervezetek már a múlt évben több levelet intéztek a Központi Választási Bizottsághoz, azt kérve, hogy a körzethatárok kialakításakor vegyék figyelembe a vidék nemzetiségi összetételét. Ezt vezető magyar politikusok is felvetették Kijevben, eredmény nélkül. Tudatosan ugye szétvágták az egyetlen magyar többségű beregszászi járást, és össze-vissza csatolták. Ez két dolgot jelent, az egyik az, hogy nem szeretné a hatalom tartató, hogy a magyaroknak legyen valamifajta érdekképviselete. A másik pedig az, hogy ezeket a körzeteket a induló személyek alá szabták, az induló hatalompárti személyek alá szabták. Az UMDS is egyértelmű kudarcnak tartja az egyéni választókerületek ilyen felosztását Kárpátalján. A szervezet vezetői szerint ennek voltak előjelei. Például az, hogy a különböző beadványokra semmit mondó válaszok érkeztek a Központi Választási Bizottságtól. Ráadásul a kisebbségi törvény 2001 óta nem kötelezi a bizottságot arra, hogy a körzethatárok kialakításakor vegye figyelembe az etnikai szempontokat. Ebben a helyzetben az UMDS pártlistán látja az esélyt a parlamenti képviselet megszerzésére. A szervezetnek 2009 óta van együttműködési szerződése a hatalmon lévő régió pártjával. Az eddigi tárgyalások egyelőre még nem teszik lehetővé azt, hogy egyértelműen lehetne beszélni arról, hogy a szerződéses felünk, a régió pártja elkérdésben nyitott lesz. Az UMDS vezetés azonban, hogy megpróbáljon érvényesíteni a szerződésben a lehetőségeit és jogait. Amennyiben mégis sikerülne érvényt szereznünk ennek a jogunknak, és esélyes helyen, esélyes listás helyen magyar szervezetét találni ennek a pártnak a listáján, akkor amennyiben ez megtörténne, akkor a magyar szavazópolgárokat, a magyar kárpáti magyar közösség tagjait legalábbis tudjuk orientálni valamilyen szempontból abban, hogy
hogy milyen irányba adják le szavazataikat. A kárpátaljai magyar szervezeteknek pártlistán nincs esélyük bekerülni az ukrán parlamentbe. A bejutási küszöb 5%, ami 1 millió szavazatot jelent. A kárpátaljai magyarok viszont csupán 150 ezeren vannak. A KMKS vezetői egyébként sem tartják szerencsésnek a csatlós szerepét. Magyar érdekeket azt tud védeni, akit a magyar közösség ebből a célból, ilyen programmal, a szavazataival bejuttatott a kijevi parlamentbe. Ha valakit valamelyik ukrán politikai, gazdasági holding felrak egy bejutó helyre, és mint kliensét gomnyomogató helyzetbe hozza, akkor nyilván ezeket a gombokat úgy fogja nyomni, ahogy a gazdái azt diktálják. A Központi Választási Bizottság minden alkalommal más körzethatárokat szab meg Kárpátalján, így történt az idén is. Érthetetlen, hogy miért kell feldarabolni a járásokat oly módon, hogy például a Munkácsi járás egy része a Szolyvai választókerülethez került. Viszont a Beregszászi járás néhány falvát a Munkácsi választókerülethez csatolták. Szerintem ez az átrendezés alapvetően nem befolyásolja a választások kimenetelét. Az viszont jól látszik, hogy a magyarok lakta területet úgy osztották szét, hogy a nem magyar indulóknak is legyen esélyük. Bárhogy is történt, a magyar pártok fognak jelölteket indítani október 29-én a magyar lakta vidékeken. Már csak azért is, hogy megmérettessék magukat. Rendhagyó helyszínen ünnepelte a május 1-jét Sárospatak és Sátoraljaújhelyi városok önkormányzata. A sárospatakiak a Bodrog partján az úgynevezett vízikapui nagy színpadon is rendezvénytéren kapcsolódhattak ki a munkaünnepén. Sátoraljaújhelyen pedig a város település részi önkormányzata Károlyfalva volt a városi ünnepség házigazdája. Az elmúlt évek hagyományát megszakítva, nem a Beregben, hanem tavalyhoz hasonlóan, az idén is a vízikapunál tartották a majálést Sárospatakon. A szabadtéri színpadon számos előadó lépett fel. A tékasztó hőség ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre. A vízikapunál a régmúlt idők szokásai elevenedtek meg, hiszen maga a majális is egy ilyen néphagyományhoz kötődik. Május elseje egy olyan nap a néphagyományban, illetve a vallásban is, amelynek szerepe van. A majális, a május első éjszakájára virradó éjjel, ugye a Szent Fülöp legendájából indul a dolog, hogy ott velük egy szűzlány járt téríteni, akit a pogányok gúnyoltak. És ő, hogy őket meggyőzze ezeket a pogányokat, leszúrta a vándorbottyát a földbe, amely az imádkozás hatására kivirult, zöldet hajtott. Ennek kapcsán lett később a falusi legények körében a jó viseletű lányok ajándéka a májusfa. Azért csak a jó viseletű lányoknak, mert azoknak a lányok, akiket nem szerettek, akik rossz hírűek voltak, nekik nem májusfát vittek, hanem sok egyéb mást, vagy ő májusfájukat másképp díszítették. Például Erdőhorvátiban volt szokás, hogy karóra húzott lókoponyát vittek a legények a rossz hírű lányoknak, vagy tojás héjból fűzött láncot, ezzel mutatták meg a megvetésüket a lányinán. Azoknak a lányoknak, akiknek pedig májusfát állítottak, azoknak a megbecsülésüket fejezték ezzel ki. Én azt látom, hogy Sárospatak lakossága nagyon szereti ezt a majálist. Én azt gondolom, minden éven megjelennek minél többen, mert legalább úgy érzik, hogy ez egy olyan városi rendezvény, ahol a gyerekeiket is viszont láthatják a színpadon, bármilyen sportot vagy kulturális tevékenységet végez. Családok is kijöhetnek ugye itt sütni, főzni. A majális népi eredetéhez híven stílusosan a Zsindei Népi Együttes és Szebényi Lucia műsorával kezdődött el. Délelőtt 10 órától kora délutánig megállás nélkül zajlottak az előadások. A nagy meleg és a tűző nap miatt sokan keresték a hűvösebb helyeket. Ugyanakkor a szabadtéri színpadon nem maradt el bemutató.
Sátoraljaújhely város önkormányzatának és a Kossuth Lajos Művelődési Központ közös szervezésében idén Károly falván zajlott május 1-én a majális. A rendezvény a délelőtti horgászversennyel vette kezdetét a Károly falvai halastavaknál. A hangulatos környezet nem csak a horgászoknak, de a természetkedvelőknek is kiváló helyszínt biztosított a pihenésre, kikapcsolódásra. Ez egy olyan hely, ahol több ezer ember is el tudná tölteni a napját, akár horgászversenyen, akár csak egyszerűen pihenve és szórakozva, pláne május 1-én. Úgyhogy egy újabb olyan helye van a vidéknek, Sátoraljaújhelynek, bár közigazgatásilag nem új helyhez tartozik, de mi úgy érezzük, hogy ő és ez a terület a városi, a városhoz tartozik, ahova érdemes eljönni. Nagyon örülök neki akkor, amikor döntés született, a Sátoraljaújhely város önkormányzata döntött, hogy ez éven a majálist Károly falván szervezi meg, és amikor a műsorprogramot készültünk összeállítani, akkor merült fel, hogy itt van a halastó, és itt egy horgászversenyt lehet szervezni. Ez ide vonza az embereket, nem csak azokat, akik magán a versenyen részt kívánnak venni, hanem jönnek családdal, itt főznek, a szabadba töltik a május 1-jét, és én úgy gondolom, hogy így a két program kiegészíti egymást, tehát délelőtt itt a halastónál a rendezvény, kettőtől pedig kezdődik a szabadtéri színpadnál a programnak. Hát boldog vagyok, mert én mikor gyerek voltam, akkor még fel kellett vonulni, akkor több százan mentünk, akkor voltak még üzemek, voltak gyárak, voltak brigádok, voltak barátok. Itt az első május 1-én 200-an voltunk, és 60 helyen sütöttünk, főztünk, és újra kezd már az emberek ugye összébb jönni, megint visszaállnak a barátok, visszaállnak a családok, és már rájöttek, hogy a legfontosabbak az emberi kapcsolatok. És ezért nekem minden pénzt megér az, hogy itt mindenki jól érzi magát, itt tulajdonképpen mindenki ingyen van. Itt mindenki kiszolgálunk mindennel, ahogy szeretné, és próbálunk az embereket minél közelebb hozni egymáshoz. A délután eseményei már a település szabadtéri színpadánál zajlottak, ahol mazsorettek hívogatták a majálisra a vendégeket. Minden korosztály számára szól a rendezvény, hisz egy-egy korcsoportnak megfelelő, egy korosztálynak megfelelő programokat kínálunk. Tehát a magyar nótától a bábelőadásig, a játszóháztól a rockkoncertig minden található egy majálison. Ez az önfelett szórakozás erről szól, mindenféle rendezvényről. Csak az a szokás, télen nyáron zöld annak az ága, ha levágják karikára hajlik a szeretőm ősszelházások. Tetszik az operett műsor, tetszik a nóta műsor, leginkább mi ezért jöttünk ki. Gondolom a fiatalok, a gyerekek, a testvestésért, a lufiért, Timiért, de jó kint, jó az idő, jó a szervezés, minden jó. Köszönjük szépen! Hétfőn egyet, kedden egyet, szerdán egyet, csütörtökön pihen egyet, pénteken egyet, szombaton egyet, vasárnap ünnepnap. A zenés műsor mellett ugrálóvár és játszóház is várta a gyerekeket. Ezt csinálom. Ez, hogy így kell, hogy fel és alul megkötni. Van szövés, kőszobor készítés, baba, rongybaba varrás, hímzés, arcfestés. Tehát akinek van kedve, még felnőtteket is be lehet vonni ebbe a játékba.
Műsorunkat rövid hírekkel folytatjuk. Először Ukrajnából tudósítunk a legfontosabb események rövid összefoglalójával. Ezután az eltelt két hónap főbb zempléni eseményekből, történésekből készült összeállítást láthatják, ugyancsak rövid hírek formájában. Всілякі диво триває три дні, а найхмільніший фестиваль Ужгорода цьогоріч розтягся на всі п'ять. Сонячний напій усьому куштували закарпатці та гості краю. Вихідні, пов'язані з травневими святами, дали змогу тисячам українських і закордонних туристів відвідати Закарпаття на межі двох цвітінь – сакури та нарцисів. Особливо приємним завершенням таких екскурсій і прогулянок стає дегустація смачних вин у прохолодних підвалах совиного гнізда. Цього року новацію проведення фестивалю багато. Серед них – переможців фестивалю дегустаційна комісія визначала ще до його початку. Таким чином гості свята могли легко орієнтуватися серед численних білих, рожевих та червоних напоїв. Керівники краю, представники управлінь з питань євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків і туризму Закарпатської облдержадміністрації, а також обласна санепідемстанція, інспекція з питань захисту прав споживачів. Така кількість представників різних сфер діяльності входила до складу обласної комісії, яка перевіряла придорожній сервіс магістральної дороги Київ-Чоп у зв'язку з підготовкою до Євро-2012. Зовнішній вигляд закладів, інтер'єр, якість обслуговування, дотримання правил торгівлі, знання іноземних мов, обслуговуючого персоналу – не весь список критеріїв, за якими оцінювали дані заклади. Закарпаття в цій колосальній роботі займає цілком визначену позицію. Це область, це регіон першої посмішки. Тобто це ворота на чемпіонат. Вперше день добросусідства провели задля відзначення Дня перемоги над фашистськими загарбниками. З часом мета заходу дещо змінилася, а географія зв'язків розширилася. Нині вже традиційно українські керманичі підписують із словацькими колегами спільну програму дій. Клубли ми підписали виконавчий протокол. Багатосторонній план, який передбачає співпрацю в галузі економіки, гуманітарної сфери, спільна робота з структурами Євросоюзу. Починається він з цього моменту до 2013 року, це традиційна практика, і спільна робота в рамках загального планування Євросоюзу. Але головне – цестовного руху. З 28 квітня ми маємо нові мажоритарні округи. ЦВК визначила для Закарпаття 6 округів, на яких відповідно оберуть 6 нових депутатів. Вибори за змішаною системою в Україні відбувалися у 98-му і 2002-му роках. Потім систему змінили на пропорційну. І от тепер повернення назад, щоправда, в трохи інших умовах. Деякі політичні партії та окремі фахівці неоднозначно оцінюють те, як поділені закарпатські виборчі округи. Депутатів вже, скоріше всього, що вибрали. Тепер залишилося їх провести через вибори. Таким чином поділені округи. Угорський національний філармонічний оркестр готується до чергового турне. У травні угорські філармоністи виступатимуть у Словаччині та в Україні, у червні – в Румунії та Сербії. У турне їде сотня учасників оркестру, з яких 80 – власне музиканти. І де б не виступали угорські філармоністи, свою концертну програму вони завжди починають із твору місцевих композиторів. Так в Україні відвідувачі вечора почують карпатський концерт українського композитора Мирослава Скорика та два концерти угорських композиторів Байли Бартока і Золтана Кодая. Від 16 квітня на Закарпатті збирали кошти на нові інсулінові помпи. Скриньки для благодійних внесків встановили у магазинах, кафе, лікувальних і навчальних закладах. Також активісти приймали пожертвування просто на вулиці від перехожих. До кінця акції в Ужгороді нарахували близько 100 волонтерів. В основному це студенти та учні старших класів. Самими активними в нас являються студенти Ужгородського національного університету, Закарпатського художнього, культпросвітнього училища, а також комерційного технікуму, які з них активісти найбільше брали участь в нас у різноманітних заходах, які відбувалися в нас після Пасхи 16 квітня і ще будуть відбуватися зараз. Beiktatták Magyarország új államfőjét. Áder János az ország 5. köztársasági elnöke a rendszerváltás óta. Az államfő korábban parlamenti, majd uniós képviselőként több alkalommal is járt Sátoraljaújhelyben. A város önkormányzatával évek óta jó kapcsolatot ápol az új köztársasági elnök.
Miért harcol Magyarország az Unióval címmel? Zemplén országgyűlési képviselője, dr. Hörcsik Rihárd előadást tartotta a lengyelországi Krosznóban, Sárospatak testvérvárosában. Az Európai Ügyek Bizottságának elnöke arról is beszélt, hogy a két ország felismerte, válvetve küzdhetnek nemzeti érdekeikért az Unióban. Több mint 150 ezerre nőtt azok száma, akik Magyarországon állampolgári esküt tettek a határon túli területekről. Sárospatakra is folyamatosan érkeznek, elsősorban Kárpátaljáról. Ők a polgármesteri hivatalban tesznek ünnepélyes állampolgári esküt. A városban eddig 200-an kaptak magyar állampolgárságot Ukrajnából. Sátoraljaújhelyen elkezdődött egy több mint 2 kilométer hosszú gát építése a Ronyva határvizen. A gát 95%-os Európai Uniós támogatással valósul meg. A 150 millió forintos beruházás a szlovák-magyar határ mentén épül, és a 2010-es nagy árvizek tették szükségessé. Második világháborús aknákat találtak Sárospatakon egy vízzel vezető csatorna mélyítése során. Több mint 40 darab gránátot emelt ki a markoló a földből. Ezek között volt félmázsa súlyú bomba is. A tűzszerészek az aknákat elszállították, majd biztonságos helyen felrobbantották. Aranyérmes lett a világ legrangosabb borversenyén, a franciaországi Bordeauxban, a 100%-ig magyar állami tulajdonú Tokaj Kereskedőház ZRT 2010-es furmintja. 44 ország közel 1000 reduktív bora közül a legmagasabb pontszámot kapta ez a tokaji bor. A díj értékét az is növeli, hogy az Asszuk és a Szamorodnik világa mellett már a friss, üde tokaikat is jegyzik a borvilágban. Zemplén középiskoláiból az idén közel 800 végzős diák ballagott el. Sátoraljaújhelytől a főtéren a Kossuth Gimnázium és tagintézményeiből 332 diák köszönt el. Az egyházi fenntartású sátoraljaújhelyi kerisek pedig a római katolikus nagy templomban búcsúztak el az intézménytől. A 481. ballagását tartotta a Sárospataki Református Kollégium. Az ünnepség az iskolai rendezvény után a református nagy templomban fejeződött be. Az önkormányzati Árpád vezér gimnázium végzősei az iskola impozáns aulájában köszöntek el a diáktársaktól és tanáraiktól. A ballagások sorát Sárospatakon a Vai Miklós szakképző iskola zárta. Május 1-én megnyílt a Sárospataki termálfürdő. Azóta több ezren, főleg szlovákok és lengyelek látogatják a strandot. A nemrégen Európai Uniós támogatással megújult termálfürdő és kemping igen népszerű a határon túli látogatók között. Készülnek a nyári szezonra a Sátoraljaújhelyi uszodában is. Hamarosan lekerül a víztükör feletti sátorborítás. Az idén 10 esztendős és uniós támogatással megújult fürdő sok látogatót vonz Szlovákiából e határmenti városba. A Kárpátok Eurorégió közös információs magazinunkat 2 mini portréval folytatjuk. Ukrajnából Hidi Endre portréját mutatjuk be önöknek. Nincs túl sok magyar vonatkozású köztéri kőszobor Kárpátalján. Az pedig egyedülálló, hogy nem egy történelmi eseményt, személyiséget megörökítő emlékmű, hanem a helyi dolgos emberek tiszteletére állítsanak szobrot egy település fülterén. Az eddigi szokásokat Kárpátalja legnagyobb magyar lakta települése törte meg. Pár hete felavatták Nagy-Dobrony első köztéri kőszobrát. Kárpátalja legnépesebb magyar lakta falvának jelképe a paprika fűző asszony, akinek a szobránál a helyiek és az átutazók már is szívesen fényképezkednek.
szüksége van egy ilyen magyar falunak, egy ilyen szoborra, mint például ez, ami őrzi a hagyományokat, a kultúrát, hogy itt a mezőgazdaságra orientálódnak főleg az emberek, vagy abból élnek, úgyhogy több kellene. Magyarországon sincs minden faluban szobor, bár van kezdeményezés rá, hogy legalább minden faluban egy Szent István szobor legyen, mivel ennek a falunak, amennyire én tudom, a paprika termesztéshez hát nagyon sok köze van, ezért nagyon is találó egy ilyen szobor fölállítása. És egyébként, az bár én nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy ez művészileg is különleges. Egy éve a Nagydobronyi Községi Tanács Őrhidi László a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselőinek javaslatára rendelte meg a falu központjában kialakuló félben lévő parkot díszítő szobrot. A testület az ifjabb Hidi Endre által javasolt vázlatok közül egyöntetően a paprikafűző asszony szobrára szavazott. Olyan történetet is hallottam, hogy az asszonyok megálltak előtte, és vitatkoztak, hogy kit ábrázol. Az egyik mondta, hogy hát ez tiszta bor is, mire a másik mondta, hogy nem, ez inkább már is. Tehát ez jó is, mert úgy látszik, hogy akkor mindenki tud valakire asszociálni a közeli rokonságában. Minden dolgos embert, jelen esetben asszonyt személyisít meg. A művészt már a következő szobrának elkészítése foglalkoztatja. Az alapanyag egy méretes nyárfatörzs, az udvaron várja, mikor kap új életet a mester vésőjétől. Egy absztrakt szobor lesz, amiek jellemzőek a régebbi szobraimra, tehát amiket kiállításokra készítek. Csak ez egy méretesebb szobor lesz. Még nem tudom pontosan, hogy milyen lesz a végleges forma, de elképzelések már vannak a fejemben, sőt, maketteket is készítettem már. De ez a faragás közben mindig változik. Hidi Endre eddigi főművének tartja a paprika fűző asszony szobrát. Azt mondja, már sikerült kipihenni a fáradalmakat, idén-nyáron számos alkotótáborba kapott meghívást, amelyeknek igyekszik eleget tenni. Mini portrinkban ma egy olyan embert mutatunk be önöknek, aki egész élete során az ukrán-magyar határmenti együttműködés érdekében dolgozott. Kosnyánszky János európai polgárnak vallja magát, akinek a szíve a ruszinokért, Magyarországért és Kárpátaljáért dobog. Kosnyánszky János 1960-ban került Kárpátaljáról Magyarországra. Azóta a legkülönbözőbb területeken segíti az emberek közötti kapcsolatépítést a magyar-ukrán határ mentén. A családfánk tulajdonképpen két ágról tevődik össze. Ugye az egyik ág édesapámék, ő sárospataki születésű, dédnagyapáig visszamenőleg sárospatakiak vagyunk. Az édesanyám családja pedig beregszászi, szintén dédnagyapáig visszamenőleg tudjuk levezetni a családot. Szüleim Budapesten ismerkednek meg, ott kötnek házasságot, ott élik végig az ostromot. Majd ezt az ostrom után ugye 45 április végén, május elején elmennek Beregszászba a szülői házhoz, hiszen élelmiszer problémák vannak Budapesten. Majd édesanyám 45-ben, június 2-án engem megszül, kijövé a kórházból, tájékoztatják a családot, hogy ez a terület mától kezdve a Szovjetunió. Így egészen 1960-ig Beregszász városában élünk, a nagyszülői házba, majd 1960-ban már a politikai helyzet olyanná válik, hogy lehetőségünk nyílik visszajönni a Sárospatakra, tehát az apai ághoz, és 1960. január 11-től itt lakunk Sárospatakon, itt születnek gyermekeim, lányom, fiam, itt fejezem be az általános iskola 8. osztályát, majd középiskolát Nyíregyházán, a Széchenyi István közgazdasági technikum pénzügyi tagozatán, majd a főiskolát szintén Sárospatakon. Azóta veszek részt gyakorlatilag a két ország, tehát az ukrán-magyar, ruszin-magyar kapcsolatokban.
De gyakorlatilag csak ugye a rendszerváltás után, amikor is már picikét másképpen viszonyult a nemzetiségi politikához ezen országok, meg hát nyilvánvaló egyfajta demokratizáláson mentünk keresztül, és azóta aztán nagyobb és szélesebb körben foglalkozom az ukrán-magyar, magyar-ukrán, ukrán-ruszin, ruszin-magyar kapcsolatokkal, és hát későbbiek folyamán sikerült is bekapcsolódnom a ruszin mozgalomba, mely ugye megalakulását követően úgy a helyi ruszin kisebbségi önkormányzat, mint az országos ruszin kisebbségi önkormányzat, valamint később ugye a törvény lehetőségei szerint sikerült ugye a megyei ruszin önkormányzat megalakulásában is oroszlán részt vállalnom és segítenem. Kuznyánszky János neve szorosan összefonódik a magyarországi és a kárpátaljai ruszinok életével. Én elsősorban európai állampolgárnak tartom magam, másodsorban magyar állampolgárnak tartom magam, és harmadsorban pedig ruszinnak is tartom magam. De mindez abból ered és abból fakad, hogy én kárpátaljai vagyok. Kuznyánszky János gyakran megfordul Ukrajnában, és szüntelenül dolgozik a magyar-ukrán viszony javításáért. Mindezt úgy teszi, hogy sok-sok közös program szervezésével, családi kapcsolatok segítésével, szervezeti formák kialakításával működik közre az érdemi együttműködésben a határmenti települések lakói között. Nekem az életemben ez a munka azt jelenti, hogy segítene az embereken. Segíteni még pedig úgy, hogy minél közelebb hozni egymáshoz, hogy minél jobban meg tudjuk érteni egymást, hiszen szomszédok vagyunk, hiszen ezen a földgolyón ez csak egy van, együtt élünk, és az együttélésnek vannak olyan szabályai, amelyeket kénytelenek vagyunk így vagy úgy tolerálni, megérteni. Nagyon lényeges, hogy az egymáshoz való viszonyunk mellett tudunk-e segíteni abban, hogy gazdasági, politikai, kulturális és egyéb vonalakon minél közelebb kerüljünk egymáshoz, hisz ezzel békességben tudunk élni, és ezzel tudunk egymásnak segíteni. Kuznyánszky János nagyon büszke arra is, hogy közreműködésével ma már több mint 200-an tettek állampolgári esküt Sárospatakon. Ez az igazi szívet melengető eredmény, mondja, hisz ezek az ukránok a magyar állampolgárság mellett egy kicsit már az Európai Unió állampolgáraivá is váltak. Az állampolgári eskü az elsősorban ugye úgy kezdődik, hogy a család. Tehát a rokonság, keresztlányaim, édesanyám testvéreinek a gyerekei itt Sárospatakon tehettek állampolgári esküt, azok között, az emberek között, akik itt 200-an már esküt tettek. Tehát ez nekünk, nekik egy nagy elégtétel, egyfajta lelki tényező, amit hát ezt szavak alul se lehet elmondani. De ennek folyamánya is van, ugye, a két ország közötti kapcsolat, amely talán még jobban segíti majd az együttműködésünket, még jobban közelebb kerül a két ország egymáshoz, és ez jelent kulturális, gazdasági és mindenfajta más kapcsolatot, amelyek ugye országok közötti normális viszonyok között működnek, és két ország segíti egymást. Folytatjuk a Kárpátok Eurorégió magazint. Természetes címmel most két különleges természeti értékre hívjuk fel a figyelmet. A Narcissok Völgye című összeállítás Ukrajnából a Kárpátok Bioszféra rezervátumban készült. Itt 400 fajta védett növényt és 90 állatfajt tartanak számon. Egyik másik faj már-már a vidék jelképévé vált. Ilyen turista csalogató a keskeny levelű vadnarcisz. Kárpátalján Európában egyedülálló látványosság tárul májusban a turisták elé. Ekkor borul virágba Huszt mellett a Narcissok Völgye.
56 hektár fehérlik ebben az időszakban, a látvány lebilincselő. A tudósok állítása szerint a világon ez az egyetlen völgy, ahol több ezer éve minden tavasszal virágzik a vadnárcisz. Ez egy különálló, egyedi ilyen populáció, amely a természetes magassági szintjéről lejjebb ereszkedett, és valahogy megtalálta ezt a nagyon jó, számára nagyon jó helyet, amely megfelel neki. És azt hiszem, hogy egy ilyen nagy terjedelmű, ilyen nagy narcisszmező nincs több. A narcisszok általában május elején nyílnak és 2-3 hétig virágoznak. Ez alatt az idő alatt a fehérbe öltözött völgy látványa egyre több turistát vonz ide. Direkt nem csoporttal jöttünk, hogy ne legyünk időhöz kötve. Autóba ültünk, hogy saját szemünkkel lássuk ezt a csodát. Már sokat hallottunk róla, de itt a helyszínen látni a virágokat, érezni a narcisszok illatát. Ez páratlan élmény. A huszt mellett látható keskeny levelű narcisz a tengerszint fölötti, másfél-két kilométeres magasságot kedveli, elvétve előfordul az Alpokban és a Kárpátok magasan fekvő helyein. A helyiek szerint a szerelem játszott közre abban, hogy ide került ez a virág. A legenda szerint réges-régen egy fiatal délceg favágó beleszeretett egy módos leányba. A szülei ellenezték a házasságot. Elkeseredésükben a pár öngyilkos lett ezen a mezőn. A virágok azóta az örök szerelmet hirdetik. A tudományos magyarázat egy kicsit más. A geológusok szerint egy hatalmas földnyelv csúszott le a közeli hegyekből. Ebben voltak a hagymák, amelyek itt kiváló táptalajra és környezetre leltek. Periódikusan le kell kaszálnunk az egész mezőt és a környező földeket is, mert ezeket most nem műveli senki. A fűszfákat is írtani kell. Ha nem végeznénk el ezeket a munkálatokat, akkor már rég ellepte volna a gaza narcisz mezőt. A narcisszok ölde 1968-ban vált védett területté, mégis csökken a növények száma. A szakemberek azt tervezik, hogy a közeli patak elterelésével újra elárasztják a néhány évtizeddel ezelőtt lecsapolt közeli lápot, amit ez a nedvességkedvelő növény nagyon szeret. A zempléni táj egy különleges ritka virágát, a leánykökörcsint mutatjuk be. Látványa ilyenkor tavasszal sziklafüves vagy pusztafüves lejtők gyeptársulásainak ékessége. Ez ma már védett, óvják és őrzik is az itt élők. A hazánkban élő öt kökörcsinfaj mindegyike ritka és védett. A kétszikűek egyik legősibb csoportjának, a boglárkafélék családjának tagjai. A leánykökörcsin a sekély termőrétegű, és ezért hamar fölmelegedő napsütötte száraz domboldalak lakója, a sziklás törmeléken kifejlődött sziklafüves vagy pusztafüves lejtők gyeptársulásainak ékessége. Kora tavasszal már márciusban megjelenő virágokat kocsányaikkal együtt sűrű sejmes szőr védi a hidegtől. A virágok felállók, nagyok, ibolyások vagy kékeslilák kehelyszerűen törnek a felszínre és eleinte szártalannak tűnnek. A virágzás előre haladtával a tőkocsányok megnyúlnak és a virágok kiemelkednek a gyepből. Thank you.
Népies neve a tigdöglesztő alamuszi virág, és a használására utaló lókökörcsin, mivel a lovak nehezen gyógyuló fekélyei gyógyították vele. Ma már tilos mind a gyökerének, mind a termésének gyűjtése. Kertekbe való betelepítéssel sem érdemes próbálkozni, mert mélyre lenyúló gyökérzete szinte mindig beszakad. Ha látjuk, csak csodáljuk, de ne szedjük ezt a szép virágot. Műsorunk végén ajánlom figyelmükbe július-augusztus legfontosabb rendezvényeit Kárpátaljáról és Zemplénből, amely mindkét ország határmenti régiójában érdeklődésre tarthat számot. 10 червня 2012 року у селі Пацканьові Ужгородського району відбудеться фестиваль «Черешні». У програмі свята виступи музичних колективів, кулінарні змагання, а також черешневі види спорту, черешневий ярмарок, майстер-класи, а для тих, хто не втомився смакувати черешнею, організовуватимуться спортивні змагання. Цьогоріч у селі Косино організовується проведення вже другого фестивалю традиційних страв з півдня. 24 червня на гостей фестивалю очікує надзвичайно цікава цілодобова програма. Учасники матимуть змогу позмагатися у спритності, хто найшвидше впіймає півдня, а також продемонструвати свої здібності у кукуріканні. Гості також зможуть ознайомитися з гончарством, плетінням з бісеру, скуштувати борщу з півдня та поласувати млинцями з сиром і кропом. Саме в той час, коли у Косино перший півень потрапить до борщу, у Ужгороді проходитиме п'ятий фестиваль наречених, на якому після традиційної ходи параду наречених гості фестивалю зможуть побачити конкурс найкращого букета, макіяжу та кращої зачіски. Організатори цьогоріч обіцяють сюрпризи, які поки що є таємницею. Хто схоче познайомитися з подробицями, нехай завітає до Ужгорода 24 червня. У селі Лисичево, що на Ішавщині, знаходиться одна з найстаріших і понині діючих кузень на воді – музей Гамора. Щороку тут проводиться фестиваль ковальського ремесла. На цей раз подія, яка вже набула державного значення, відбудеться 30 червня. Бажаючі будуть мати можливість вдосконалити свої навички з гончарства, лозоплетіння, а також зможуть дегустувати закарпатські вина, посмакувати медом, бринзою та характерним місцевим женьшеневим лікером. Селище Ясіня. Щороку тут проводиться фестиваль гумору «Бербениця фіглі». Організатори гарантують вам, що і цього року гумор буде подаватися бербеницями, а вино та пиво – бочками. Фестиваль проходитиме 16 та 17 липня в Ясінях.
Önök a Kárpátok Eurorégió közös ukrán-magyar magazin első adását látták. Legközelebb 2 hónap múlva jelentkezünk ezzel a műsorral. A Kárpátok Eurorégió a magyar-szlovák-ukrán-román együttműködési program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!